55 óra, 86% és 53-as szint itt tartunk jelenleg a játékban, illetve a DLC, a második DLC-nél. És ez lesz, ha minden igaz, az 5. stream a DLC-ből. Úgyhogy hát ez már most hosszabb jóval, mint az első DLC volt. Bár megmondom nektek az őszintét, az első DLC nekem sokkal jobban tetszett, legalábbis így a sztoriát illetően. Ja nem, ez még csak a 4. stream lesz. Igen, igen, Origins-ezni fogunk, bizony, Take a Land. Bizony, bizony. Magyarul továbbra is. Továbbra is magyarul nyomjuk. Szervusz Bobek, szia Johnny az úr, szevasztok srácok. Hát, legutóbbi AC stream óta én nem játszottam a játékkal, szóval nem szereztem plusz nyersanyagokat. Ugye, ahol legutóbb abba hagytuk a játékot, az Aya és Bayeknek a barlangjába történt, itt szerelmeskedtek, így írta nekünk le ezt a Hotep barlangot a játék. Szóval a királyok királya, itt tartunk. Rereldem, kell nekünk egy atlasz. Át kell jönnünk a királyok völgyébe. És onnan is gyors utaznunk kell egyet. Isidora. És ide kell bemennünk a nagy Ramszes sírkamrájába. És most, hogy ez megvan. She brought down the Pharaoh's curse. Innen majd le kell ugranunk a trónjához, és vele fogunk küzdeni. Kemény lesz, az biztos. Nekem a 3 legújabb rész teljesen kimaradt, te játszottál az még az eredeti trilógiával? Az eredeti trilógiával? Mármint úgy érted, hogy az első 3 résszel? Hát figyelj, én a 2-vel játszottam meg a Brotherhooddal. Azokat végigjátszottam. Itt jönnek ezek a jelölések. Egy, és mindjárt jön a tűz is. Az egyen játszottam, még Xbox 360-on. A 2-t végigjátszottam, meg a Brotherhoodot is. És most jön valószínűleg a Ramszes elleni boss fight. Nekem nem volt Xbox 360-om, csak bevitték a suliba az osztálytársak. Hades bajnoka. Mizuku Lars. Nincs is jobb, mint egy kis boss fight-tal kezdeni a napot. Mármint az AC-t. Ugye ő, neki az árnyékát már legyőztük. Ebben a játékban így néznek ki a boss fight-ok, srácok. A piros ütést azt nem lehet kivédeni.
Mondjuk ezt a markolás se valszeg. Úgyhogy ilyen... Csak ilyen biztos támadásokat nyomunk. Hát ez kedves. Itt a széle volt az arénának. Lassan, de biztosan meg fog halni, srácok. Hát itt ilyenkor hármat is rá tudunk ütni, ezt jól tudni. Azért remélem látjátok, hogy nagyobbak vagyunk szintben, és még így is szívás a boss kill. Lassan fél HP lesz. Szevasz, Vexor. Gyorsan betoltam egyébként a pörit, igen. Na, hogy megy a Forerunner? Hol vagy már tutoriálon? Fél HP-ja már megvan. Csirkepöri volt. A Black Flag-es ACL sokaknak kedvence volt. Na. Pörkölt, wow! Mennyire király már! Most már kezdek türelmetlen lenni, srácok. Te a DLC-ket is tolod? Ez az utolsó DLC. Az első DLC-t azt már végignyomtuk. Ez meg a második. A fáraók átka. Ugye Ramses ellen nyomjuk. Na, látjátok, ha agresszív lettem, azt kaptam is.
Mennyi játékidő a két DLC? Hát az első az nem sok, az egy 10 óra. Durván 10 óra. De lehet, hogy kevesebb is. Olyat lehet csinálni, de elkezdjük lőni. Azzal is töltődik. Persze el kéne találni ahhoz először. Hát egyszerűen nem találjuk el. Hát igen. A legidegesítőbb itt a boss fightokban, nem lehet hílelődni. Na, az kéne még, hogy itt a végén halljunk meg, nem? Nem találom ezzel a fegyóval. Na most már jó. Jaj. Na hát ez is majdnem egy 5 perces boss fight volt. Riágyom meg, így örökké együtt szerelmeddel, Bayek. Ő ugye Ramszesz egyik legkedvesebb hitvese volt. Such greatness. Micsoda nagyság? Szevasz, Bazsi. Szevasztok, srácok. Szerintem amúgy egy 20 kötőjel 30 óra van a két DLC-ben. Ramszesz végre békére lelt. 10.000 XP. És megkaptuk a fegyverét. Jó. Nézzük meg a fegyóját, igaz? Harmónia őrzője 50-es szintű. Ó, királyok királya, Hetiták ostora, Kádesz bajnoka, jobbkarodnak erőt ajánlunk fel, hogy legyőzhessd az ellenségeink a kortalan csillagok alatt. Ez egy buzogány. Egy ritka, nehéz zúzófegyver, mármint hogy egy legendás zúzófegyver. Ez az. Wow. Ki kéne próbálni, milyen ezzel játszani, mit szóltak. Szóval a Szelket kamrájában egy koponyás skorpió van, úgyhogy ezt nem tudjuk most megcsinálni. Az most kimarad. Ja, tényleg csalamádét is ettem egyébként. Szép a sebzés, basszus. Kűha! Sajnos nagyon lemaradtam az AC-vel. Mi magyarázza a történetet varázs előtt, például a bossoknál? Ugyanaz az ősi technológia a földön kívül, nem tudom már, hogy hívják őket.
miért ilyen erősek a bosszok? Hát ugye, ez a fárók nagyságából ered, illetve a túlvilágon vagyunk, az ő saját túlvilágukban vagyunk. Abba, amiben meglettek bolygatva, nem? Nem jól mondom? Erre gondolsz? Nagyon tetszik amúgy ez a fegyver. Jesus! Ez nagyon jó. Azt a rat. A szúrós make-up, de igen. Nagyon jó amúgy. Mondjuk nyilván nincsenek rossz fegyverek a játékban, csak hogy ezt a stílus még egyáltalán nem próbáltam. Ebben a részekben még az édenalmája nem szerepel? Hát ezek ilyen hatalmas erejű tárgyak. És eléggé... Hát, hogy nagyon hatalmasak voltak, olyan édenalmája-szerű. De nem tudom, hogy honnan erednek amúgy ezek a tárgyak. Flaviusnál maga az édenalmája volt, komolyan. Tehát az alapjátékban az édenalmája volt. Azt képzeljétek el, Bayek csak berakta a ládájába az édenalmáját. Azt mondta, hogy oda teszi el. Csak belerakta a ládájába, és azt mondta, hogy hát az úgy jó van. De hogy honnan kerül el, tehát hogy hogyan kerül el Bayek ládájából el az édenalmája, az ugye jó kérdés. De hát igen, itt is voltak ilyen hatalmas erejű tárgyak. Ne, azt, úgy. Mi ez az isú technológia, sátok? Az nem a gép, a Bimmer vagy? Nem vágom. Az ugye az Animus. Ez egy fejlesztett Animus, amiben vagyunk. Ja. Hát ez ugye a való idősíkon úgy halad, ahogy egyébként haladtak az AC kiadások is. Tehát a valóságban úgy haladunk az időben, ahogy jöttek a játékok is. Mert hogy van szó a korábbi hostokról is, vagy nem tudom, hogy hívják. Nem tudom. A korábbi emberekről is, akik beleszálltak az Animusba. Az Isó az a nép, ami a kettő végén megjelent, hogy el fog pusztulni a Föld. Ó! Na ezért is újra kéne játszanom a kettőt, mert semmi nem rémlik belőle. A harmónia és az egyensúly őrzője, az ő nagy renye, örökké tartó és a széllökés nélküli. A harmónia és az egyensúly őrzője, az ő nagy renye, örökké tartó, a széllökés nélküli homokban. Á. A lába nyomán hegyek emelkednek. Egyiptomot az ő képére fogja építeni, és mindenki emlékezni fog Ramszeszre. Az ősi népe alkotta meg az éden almáját. Sandstorm coming, az jó. Azok nem ízószabványok, Scott? Most így nem tudom, miért van. Nem tudom, én nem emlékszem, hogy... szó lett volna Isukról ebbe a játékba, mármint így küldetés szintjén.
és olvasmányok szintjén. Our illustrious champion returns. Welcome home. Szféra karcoló, köszi szépen az egy évet. Wow. Köszi szépen a támogatásodat, Szféra karcoló. Méghozzá tier 2-vel és feliratkozott vadászként. Srácok, peregjenek a szvegek. Akkor jól érmed, Scott. Az egyisten Usher Matre Settempre második Ramses Kadeshban egy magasodó dűnéről mérhetetlen homokszemek előtt előtt tekintünk ellenségünkre. Láttad a félelmüket és a győzelem a miénk volt. Köszi szépen, srácok, a pergetés szféra karcolónak. Az isokról főleg az Odyssey-be lesz majd szó. Na, tök jó. Tök jó. Itt az Origins-ben nagyon nem volt szó az isokról. Itt csak a hatalmas erejű tárgyakról. És az Éden almáját kinek a botjába is tették bele? Amon-Ré botjába tették bele az Éden almáját, úgy volt nagy hatalma. Hova jövünk? Nem is ide akartunk jönni. Na, ide jövünk. Itt is az a feladat, hogy mindenkit agyon csapjunk. Az ítélet pavilonja. Na. És itt lefészeljük az enemit. Nem lopakodós támadások lesznek, hanem... Hát ez a guard break. Ez nagyon kemény. Na jó, hát most akkor elnyomom. Hát, hogy... Na, hát hadd nyomjam már rá. Nem engedi. Na végre. Hú-hú-hú! Hú-hú-hú-hú! Azt a rohadt! Az Odyssey-t is DLC-kkel, aha. DLC-kkel fogom játszani, persze. Persze, Bazsi. Azt ad! Ez a fegyver mennyire de rohadt menő. Jó, kicsit sem asszaszinos. Most el fogunk égni, szerintetek? Nem tudok gurulni, nem enged gurulni. Kicsit sem asszaszinos ez, de... Menő. Vagány. Lánkhajó Isten, révédelmezője a vihar, ő ki megbirkózik a nagy gonosszal. Seth, ő az vörös hajjal. Erejét Ramses gesztenyebarna oldalsó hajtincsének adományozta. Az ő népe üvöltő kígyókká válik. Van egy új mítosz a leltárodban, a négy széli együtt nyomot rejt. Hoppácska. Hoppácska. Ramses kincsem. Torony magas képmes, győzelem mérhetetlen. Győzelem mérhetetlen Kádeszt. Mérhetetlen. Kádeszt nézi. Egy gyávaláb menekül a gusztustalan homoktól. Gyermekként félve keresett menedéket a nagy szívben. De elragadta a nagy rossz indulat, vörösen fekszik a kiáltozó kígyók között. Aha.
CIA tényleg már a VR-os srácoknak dolgozol? Persze. Persze. Hogyne? Hát hogy lenne ennyi nézőm, ugye? Most, hogy vége a két hét Szabinak, össze kell szednem magam. Hétfőn 20 percet gondolkoztam, hogy mi lehet a jelszavam. Na szép. Micsoda jó világ van nálad, szőre kancoló. Szia, Mice! You have returned. De ugye most már bérbe vagyok adva Zsozé atyának. Ugye én vagyok a bábú a kaszinó streamekben. Na elvileg van itt még loot, srácok. Hol van? Azt a rohadt, de nem érdekel ez a sok galamb. Oda kell menni. Tegnap gyorsan beleraktam 5 órát az Origins-be. Sikerült is belefejezni az egyik DLC-t, nem a fáraós, hanem a másikat. Na hát én azt sokkal jobban élveztem. A másikat. Ami nem ez. Onnan is indul? Onnan. Fuhó. Az most stream lesz-e valamikor? Simán lehet, srácok. Mice, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, most látom. Köszi szépen a 22 hónapot, és köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Na, srácok! Bocsánat, elnyomtam. Tehát, ebben a világban, a Hebsedben egy skorpió ölésen kívül megvan minden, és a skorpió ölést azért nem csináljuk meg, mert iszonyatosan sok HP-je van a skorpiónak. Olyan, mint az alapjátékban egy elefánt volt. Nagyon sokáig tartana, és nem ér annyit a dolog. Per pillanat. Aztán majd lehet, hogy megcsináljuk később, de egyelőre nem ér annyit a dolog. Jó. Küldetések, ugye ott tartunk, hogy a fő küldetésekből már csak a fáró átka van. Keresd meg és öld meg Izidorát. Jelenleg ez a küldetésünk. Wow. És ő itt van. What? Ő ebben a világban van. VTF, srácok! Hát amúgy valószínűleg majd nyomjuk a... Ja nem, hát ez csak annyi, hogy át kell mennünk. Akkor nem is itt van. Fake info. Tehát, hogy valószínűleg nyomjuk majd a fazmóban. Mondtátok, hogy jött hozzá egy csomó újítás. Izidora. Tehát ugye... Storyban ott tartunk, hogy... Izidora védte a sírokat, és... A sírablók megölték az anyját, vagy a mamáját, és elszabadította a fárók átkát.
Ő volt az, aki elszabadította a fáró kátkát, és jól palira vett minket. Jól néz ki ez a pajzs, ugye? Menő. Jó, hát ez... Mi ez a mutáns lény, amin lovagolsz? Ez egy küldetés, ami ilyen Final Fantasy 15-ös crossover. Nem tudom, hogy miért lett az Origins-be Final Fantasy 15-ös crossover. De ez egy Final Fantasy 15-ös sokobon és egy tevének a keveréke. Ez DLC, igen. Egy csokobó, így van. Én nem akarok most velük harcolni, srácok. Ez a második DLC. Srácok, a fáraó kátkát nyomjuk. Relic corrupts absolutely. Isidora cannot believe this is the will of the gods. Isidora szerint ez az istenek akarata. Tavaly voltam a karnaki templomba, de kicsit máshogy nézett ki. Nem tudom amúgy, hogy ezek a területek mennyire hitelesek, ha jól tudom, a Ubisoft próbál figyelni erre. Nem véletlenül vannak ilyen, hát, hogy is mondják ezeket a módokat, ilyen, hát, ilyen felfedező módok. The High Priestess has summoned the army of Anubis to protect her. Az gond. Na gyere! Azt a rohadt, ez a fegyver, Jézusom, srácok. De jó ég! Na, nyukas! De jó ég, srácok! Én nem tudom, mi a taktikszoda a kempek kiírtásra, de én mindenkit is ajtató nyilazok, és úgy ölök meg mindenkit, annyira OP. Ja, én azt még nem. Tehát, hogy kifejlesztettem, de én azt még nem használtam. Külön felfedezni való map részon a 2 DLC-hez. Aha, nézzétek csak. Egyiptom. Ugye ez a nagy térkép. Aztán itt van Sína. Az első DLC-hez, és itt van a Királyok Völgye, a második DLC-hez. Hát ez tényleg easy Dora volt, de nem lehet ilyen könnyű, srácok. Így van. Ez nem lehet ilyen könnyű. Az erekje miatt más látunk. Érd el Isidora szállását. Ez a fegyver nagyon tetszik. Mit is tud? Életerő találatkor. Na hát ez a bónusz. Ez kell ebbe a játékba, az életerő találatkor. Ugh.
Nem tudja. Na, hé! Erre, hogy olyan sötét van, hogy alig látni valamit, srácok. Aha, tehát lent van a kincs. Akkor mindegy. Majd úgyis összeszedjük ezt a kincset. Vizsgáld át Izidora szállását. Ó, tehát akkor itt van lent. Nézzétek csak. Itt van lent. Oké. Okay. Még itt van egy lót. Locked. Zárva, bármilyen oka is van ezt tennie, ezen ajtón mögött kell lennie. Hát, igen. Szevasz, Laci. A rejtettek feleségeként... Titkait jól elrejtette. Rejtettek feleségeként. Nem tudjuk kinyitni a másik oldalról. Először a fehér lootot vesszük fel, mert a sárga az már a küldetés. Majd látom, fehér loot már nem maradt. Megpróbálta befejezni, amit az anyja elkezdett. Ha visszahozza az Istent, az helyreállítatja az egyensúlyt. A tekercsek felderítésében hogy állsz? El se kezdtem, pedig nagyon izginek tűnik mindegyik. Amúgy vagy 40 darab ilyen tekercs van, amit meg kell oldjak? Jesszusom, az komoly! Nekem kevés tekercsem van. Mát helyreállítása. A nekropoliszi faragványok a romokba vannak, de anyám jegyzetei azt mondják a rituáléhoz Usher Mátre lánghajú fiainak és a királyok királyának a lányának vérére van szükség. És Tutanhamon. Ha visszahozza az Istent, az helyreállíthatja az egyensúlyt. Az ereki, amit a papok a magasba emeltek, nem volt több holmi szertartási gesztusnál. Nem volt ereje, olyan nem, mint ami most van. Most meg fognak remegni Ámon haragja előtt. Ehnaton uralkodása után fia Tutanhamon helyreállította Ámon templomait. Ő adta a papoknak a gömböt. Majd étenst le kell tölteni? Így van, le kell tölteni, alapból nincs a játékban. Felkiált el, magyar itas. Jegyzetek Mát rituáléről, Nikrotisról, Ámon isteni feleségétől. Lehet, hogy ő Izidora anyja? A gömböt magasba emeltük. Megmutattuk hívőinknek Tutanhamont, az Ámon hit helyreállítójának megtestesülését. Vajon a szertartás önmagában elegendő-e a sírokat megszentségtelenítő tolvajok elrettentésére? Nitokris Ámon isteni felesége. De nem tudom mennyire van értelme, mert a teljes térkép fullos, tehát minden kérdőjel nekem készen van az alapjátékban és az első kiegészítőben. Hát, hogyha még több időt akarsz eltölteni, akkor érdemes ezeket a tekercseket megcsinálni. Aha, ott egy szikla. A hit helyreállítója. Egy rejtett sír a királyok völgyében. Én megtaláltam, srácok. Én kb. Másodjára, tehát hogy az volt a második sír, amit megtaláltam. Szerintem. Eltemettük a nagyok völgyébe. Őt, ki visszaállította Egyiptom igaz hitét, az Aton fiát. Ő lett Ámon megtestesülése. Nem volt időnk nagyszerű sír felépítésére, de nyugalmát nem fogják megzavarni. Az örökké valóság házába fog nyugodni, érintetlenül, amit a völgy talajába véstünk. Mindig is nála volt az erekje.
Na. Reregulars. Izidora levelei. Szemtelen embert lenne képes megölni az egyensúly és az igazságtéves keresése során. Az anyja nem ezt akarná. Izidora levelei. A szívai, mikor azt mondta, hogy a sírabló halott, úgy éreztem, mintha a levegőt lopták volna ki a mellkasomból. Azt teszi, amit Ámon akar, amit én akarok. Valóban lehetséges, hogy az erekje, ami a kezeiben alszik, az ő eszköze? Valóra váltotta a legsötétebb imámat, megbünteti a tolvajokat és a megszentségtelenítőket? És mi van a rituáléval? Az erekje igazi ereje, egyensúly, harmónia, mát végre helyreállhat. She means to finish what her mother started. A ritual to restore my art in the hidden tomb of the long forgotten pharaoh. Tutanhamon sírkamrája. Oda kell mennünk, csak először ki kell mennünk. Eknaton volt az, akit Eretnek királynak hívtak, aki egy istenítet akar bevezetni és vallási diktatúrát. Ja. Neki is van itt izé. Ja, neki is van sírkamrája. Az érdekes egy szál volt, az Eknatonos szál. I should be cautious around here. Hát ez, nem tudom, hogy fog működni, srácok. 53-as vagyok. I know what it is like to lose someone you love. But this orb corrupts everything it touches. Mi ez a piros fejecske jobb oldalon? Nem tudom, mire gondolsz, Jessica. Jamabban? Azért történik, aki életet adott. Azért történik, aki életet adott. Most már úgy követsz engem is, mint egy közönséges prédát? Az az éden almája, nem, srácok? De akkor ez egy másik éden almája, nem? Akkor két éden almája van. Erre kell állítanunk a mátot. So I would have the strength to do Amun's will. Ámon akaratát akarja végigvinni. This is not strength. This is savagery. Ez nem erő, hanem barbárság. Ennek véget kell vetni, Izidora. Elárultad Ámont. A népedet, a kötelességedet, de én nem fogom az enyémet. Itt van Tuti. Tuti Hami. Tuti Hami. Az a helyzet, srácok, ezt megint. Lassan és türelmesen kell csinálni. Nem úgy, ahogy most csinálom. Persze így is jól megy most. De így meg fogunk halni, igen. Szóval gyorsan fegyvert kell váltanunk.
She mean... Ja? Jó, hát akkor... Akkor nincsen gond. Milyen kedves a játék, hogy nem raktak be ide a checkpointot. 53-asok vagyunk, mert nem kell sok az 54-hez. Maradunk ennél a fegyvernél. És ezt pedig kicseréljük erre. Még a főmenübe is visszarakhatna, igen. Ezt miért ilyen hülyén csinálták meg? Hát, hogy így a végső boss, és akkor tessék, sétálj át, meg cutscene, tessék. Két cutscene. Tuti hami! Ellene még nem harcoltunk. Azt a rohadt! Az gond? Az nagyon nagy gond, srácok. Jó, türelmesebbnek kell lenni. Az helyzet ellene nem harcoltunk még az árnyékával sem. Úgyhogy ez kemény lesz. Kitaláltam, hogy hol csináljuk. Nagyon gáz, hogy fizetős játékot streamel. Most már az is gond, hogyha ingyenes, az is gond, ha fizetős. Na, tehát, hogy... Ezzel ütünk, hogy töltsük a HP-t. Persze. Hát persze. Jó, és akkor most töltünk HP-t. Jó, tehát akkor ez nem volt rossz ötlet. Ez nem volt rossz ötlet. Csak cserélni kéne még egy olyat, hogy a ragadozó íj helyett könnyű íjat rakunk be. A ritual to restore my art in the hidden tomb of the long forgotten pharaoh. Hát ebben még az is jó, tehát ennél bármilyen Souls game bossa jobb, srácok, mert van lehetőséget healálni. Itt nincs lehetőséget healálni, csak a mechanikák. Skillekkel tudsz healelődni. Thank you.
Hát nem fogunk nehézséget csökkenteni. Na hát elfogyott, srácok. Ezt a movie-át még úgy se láttuk eddig. Nagyon idegesítő, hogy a target locknál nem fordul a kamera, hanem így be van ragadva. Hoppá. Még 6-ot tudunk lőni. Hoppá. Na, elfogytunk. Ja, az altató. Altató az ország nem fog működni ellene. Ja, hát... Nem is kapja be. Na most kezdődik a szívás rész. Na most tölteni kéne egy kis HP-t szalad. De jó, jó lesz a nagy bozogány ellene. Viszont a szúrás kell a karddal. Tehátok, nem is ott voltam. Nem is ott volt a karakterem. Mother started a ritual to restore my art in the hidden tomb of the long forgotten pharaoh. I know what it is like to lose someone you love. This orb corrupts everything it touches. No. És fogytunk. Ez meg valamiért 21 lőszerrel kezd. Miért kezdünk most kevesebb lőszerrel, srácok?
Jó, hát akkor átváltunk. Tehát ezt nem igazán értem, srácok, hogy most miért kezdtünk kevesebb lőszerrel? Könnyű volt a játék, mi? Most megint szaladunk egy kicsit, hogy legyen egy kis HP regenünk. Sejtettem, hogy most súnyi szurkálás lesz. Nem menekülni kell, hanem szétbombázni rakétákat. Jó tervnek tűnik. Vigyázz el ezek rakétákat. Akkor ahogy a fejlesztők közül valaki ezt a harcot élvezhetőnek találta? Fura dolgokat fura dolgokra. Gondolták a fejlesztők, hogy élvezhető. De ez most micsoda? Jaj, beszoroltunk, srácok. A fegyver legalább jó, srácok. A szúrni akar? Igen. Szúrni akart? Nem. Azt hittem, szúrni akar. Most szúrni akar? Most szúrni akar. Most szúrni akar? Igen. De a piroson kívül az összes támadás perízhető. Hát ja, csak egy hiba, az inasba rak. Tehát egy hiba és inasba kerülök. Tehát, hogy minek, tehát, hogy teljesen, tehát, hogy nem éri meg kockáztatni. Hogyha a három csík HP-mat nem tudom levinni, értitek? Tehát, hogy leviszi a HP-mat ikpa. Persze simán lehet, hogy én játszok rosszul, srácok. Vagy ezt nem tagadom. Látjátok, erről beszélek. Mennyi HP-t leszed? Hát, hogy fél HP.
Azt kéne tudjátok, hogy... Hogy új moveset... Aha, ez amúgy új moveset. Vagy például idézhetne valamit. Kombózol, könnyebb... Ja, köszi. Jó. Ja, kombózzal könnyebb, srácok, nagyon jó. Nagyon jó tippek. Nagyon jó tippek vannak itt a cseten. Na hát, igen. A vadásznyilak és a könnyű nyilaknak most csak a fele van meg. Értem. What it is like to lose someone you love. But this orb corrupts everything it touches. Hát amúgy menjünk el egy vándorhoz. Hát akkor mit lehet csinálni? Oda elmegyünk. Tehát, hogy elkapott egy ilyen hülyeséggel és... Tehát 2 HP-n volt ugye a 3-ból, és láttátok, hogy levette. Tehát, hogy így ezzel mit lehet csinálni? Tehát például most megfosztott a játék attól, hogy legyenek... Tehát, hogy elvette a felenyírveszőt, és akkor úgy kezdtünk el harcolni. Nagyon jó volt. Illetve van Phase 2. Van Phase 2 új movesetekkel. És sokkal távolabbra tud ütni. Mindjárt megidézzük a Mimic Tear-t, srácok. Na, hát én azt szeretném, hogy Hebzef a kardja az erősebb legyen. Pár szinttel, azt is szeretném, hogy a harmónia őrzője is erősebb legyen. És azt is szeretném, hogy töltsd fel a nyilakat. És akkor most mehet. Hát, hogy hogyan kombózza? Nem tudok kombózni, hogyha eltalál, megöl. Tehát, hogy a lánccsa lehet jobb lenne, amivel te is messzire tudsz támadni. Lehet amúgy, hogy jó lenne a lánccsa. Nem tudom, van-e jó lánccsám. Szerintem nincsenek jó lánccsáim. Hát van egy 52-es szintű. Átkozott. Megnézhetjük. Na hát, olyan fegyverünk van, hogy 33% HP-nk van. Mi baj lehet? Mi baj lehet, srácok? Ha Vahita... Nem, az helyzet nem Vahita. Tehát így most már kb. Tényleg mindenével Vahita, mint a... Na hát ez meg rossz ulti volt. Hát ez rossz ulti volt. Tehát hogy nem a lánccsával nyomt el az ultit. Na nézzük. A ritual to restore my art in the hidden tomb of the long forgotten pharaoh. I know what it is like to lose someone you love. Stardbuildekben OP ez a lánccsa. Köszi, Andró. És amúgy nem jobb, ha a kardra használod a... Ha nem a kardra használod a képességet, hanem buzogányra. Az a gond, hogy a kard, az fixen damol. A buzogánnyal meg ugye... Nem vagyok sértetetlen.
Gyűha! Ez jó volt. Jó kezdés volt. Nem találtuk el az ultival. Hát töltsük fel, igaz? ...4100. Na hát ez amúgy szép sebzés. Na, tehát például akkor a... De az helyzet, ez nem átkoz, meg... Tehát... Nagyon szép a sebzése, csak hogy így ez kevés. Tehát, hogy na, így nagyon kevés a HP-m, srácok. Jó látná ez a szurkálós. Csak átkozottak vagyunk, ugye? Hát jó, akkor visszamegyünk, tehát hogy... Visszamegyünk akkor a Hebzefára. Ritual to restore my art in the hidden tomb of the long forgotten pharaoh. SP Family, köszi szépen a támogatásodat, és köszi, hogy a Prime-odat te is rám használtad. Az átkozás mit csinál? Nem tudom. Nagyon tetszik egyébként. A nyilakat... Azt a Phase 2-re kéne tartogatni. Ez, hogy hílel ez a mész, ez elég király. Úgy jobbra kell kerülni. Jobbra kell kerülni, ez a taktika, ahogy észlettem. Jó.
is, srácok! Nagy a gond. Fel kellett toltanom a háp. Az is már megint fel kell toltanom. Szia, víziló! Fél HP-s srácok. Nekem is fél HP, ugye? Szia, Mekré! Jó lett volna elhitelni. Most megint töltött egy kicsit a HP-m. Most ezt kb. Meg kéne várni, ameddig maxra töltődik a HP-m. De hát greedy-k vagyunk, srácok. Ciki, nem baj. Mindjárt a szórás jön. Koncentráció a maximumon, srácok. Szerintem most lehet erősebb. Fagytunk. Ez nem az a fegyver. Hoppá, hát igen, nem el. Lesz ez? Lesz ez, srácok. Jó. Szevasz Isten, szevasz Zodiac. Őt mindenkinek skacok. Hoppá. Hát igen, mellé mennek. Hoppá.
Több lőszert kell tartogatni a második fézre. Tehát az, hogy full HP-ról vánhitel. És most meg megint el kell mennem feltölteni a lőszert. Édes Istenem. Hova lett a buzogány? Hogy hova lett a buzogány? Miért? Tehát, hogy... Nem értem ezt a kérdést. Mi lett volna a buzogánnyal? Szevasztok, szevasztok, srácok. Melyik a legjobb Assassin játék? Hát mivel a hármat... Tehát egy kettőt játszottam végig, és most jön a harmadik így, hát nem tudom. Nekem az AC2 volt nagy favorit, most meg ez a kedvencem. Miért kardoztál nyilazás után? Miért nem tértél vissza a buzogányos taktikához? Mert Phase 2 volt Vexor, tehát hogy... És nem kell a buzogány, hogyha maxon van a HP-nk. Tehát, hogy itt nem azért haltunk meg, mert kardoztunk, hanem azért, mert elkapott minket, és inasba rakott. Tehát, hogyha elkap minket max HP-ról letesz nullára, azzal így mit csinálja, értitek? Tehát azzal nem lehet mit csinálni. I know what it is like to lose someone you love. But this orb corrupts everything it touches. Azt hiszem, a kard közelebbről sebb ez a buzogány meg egy hitésre. Ja. Hát ugye a kard az fölteszi az égetést. Csak ne találjon el. Ja. Mondom, ennél még egy Souls game is egyszerűbb. De a Souls game-ekben van esélyed healálni. Azért idegesítő, srácok. Hát, hogy nem egy Souls game-ben játszok, értitek? Egy kazuális AC-val. Értitek, mi a gond? Hát oké, hogy hard nehézségen játszom a játékot, de ez még nem indok, srácok. Értitek? Kíváncsi voltam, milyen, hogyha táncolok a jobb oldalán. Ja, ez lesz a tax. Hát legalább az első fész jól megy. Már ezt kitanultuk, hogy a jobb oldalára kell tocsolni.
most megint el kell lőnöm párat, hogy tudjak ultizni, hogy töltsek HP-t. És megint nagy szarba vagyunk, srácok. Kevés a HP. Most meg aztán pláne nagy szarba vagyunk. És akkor most kéne elkezdem lövöldözni. Értitek? Nem szabad lőni, nem szabad lőni, srácok. El kell tölteni. Karda kellene valahogy kirololni a healt, akkor gyorsabban tudnál regenerálni. De azon meg az égetés van. Hát most várni kell, ameddig a passzív HP regen feltölti a második csíkunkat, és hogyha rácsapok egyet most, akkor elkezd regenerálódni a HP-m. Na most kb. Most már lehet nyomni. És akkor kardra átvált, és ez gyorsan feltölti a HP-mat. Na, és akkor most lehet csapkodni megint a buzogánnyal. Micsoda taktikus, ugye? Muszáj. Mindjárt jön a fész 2. Mindjárt jön egy szúrás. Lehet csapni. Jobbra kerülés. Ugye ez a fegyver találatkor hílel, ami iszonyatosan jó. Ugye jön a fész 2 sajnos. Na, jó, és akkor ezt megpróbáljuk jól nyomni. Aha, fész 2. Jó lenne mindegyik lövésünkkel találni. Morcosnak tűnik. Jó. Ohoho. El fogunk fagyni mindjárt. Hát az elment. Néha így leragad a kamera. Thank you.
Jaj. Hoppá. Maximum APD és ultizol, a bunkocska nem sebe... Az a gond, hogy a bunkocska az folyamatos ütést vár rá, tehát annak más az ultis movesetje. Hát, hogy az nem ilyen durva a damottal. Na. Most lesz a jó srácok. Üdv mindenkinek közben, srácok. Ki ez a srác? Első hiszem, skacok. His father, Akhenaten. Az apja Akhenaten hagyta rá a gömböt. Köszi szépen, srácok. Tutanhamon helyre akart állítani az egyensúlyt, rábízta Ámon papjaira. De Isidora a bosszú nevébe átírta a szertartást, a saját isteneit árult el. Tutanhamon örökké alszik, és megkaptuk Aton végét, a lándzsáját. Ott van, Aton vége. A fiú király előttük állt, tekintete megingathatatlanná vált, s magasba tartotta lándzsáját. Apok halga, én vagyok a lelke gondnoka, a hit helyreállítója, és Ámon visszatért. Fú, de mennyire érzem unalmasnak egy ilyen boss fightot, egy random soulsos boss fighthoz képest, mert én például ezeket kicsit vontatottnak érzem, a soulsokban valahogy jobban eltelik az idő a taktikázással. Ez a boss fight valószínűleg jó, de nem hard nehézségen. Tehát valószínűleg ez egy jó boss fight, egy alacsonyabb nehézségen. Itt hardon az, ami így... szivatósá teszi a dolgokat. Nem mondom azt, hogy nehézé teszi, mert ezt semmiféleképpen nem mondanám nehéznek, mert nem nehéz. Egyedül türelmesnek kell lenni. És inkább szivatos. Te Nightmare-en csináltad? Jesus. Úgyhogy... Hát, hogyha valami alap nehézséget nézünk, akkor valószínűleg ezek a boss fightok itt a fáró átkában, ezek valószínűleg jók. Valószínűleg jobbak, mint egy random soulsos boss fight. De így, ezen a nehézségen ez borzalmas volt. Borzalmas volt. Hát, hogy nem tudom, tehát, hogy ezeknek a 10-15 perces fájtok, ezek így, nem tudom, ezek nem jó. Mert figyelj, hogyha tettek volna bele hírt, és nem olyan hírről beszélek, mint hogy most szereztem egy pálcát. Nézzétek? Tehát, hogy ez az első olyanom a jogaroknál, ez akkor nem igaz. Életerő találatkor. Tehát, hogy itt a DLC-be jöttek be ezek a fegyverek, hogy életerő találatkor. Ott van egy. És ott van még egy. Ez nem igaz. Ott van. A részbuzogány is. Basszus. Hát akkor én voltam a noob. Nem vettem észre, hogy van ilyen fegyver, hogy életerő találatkor. Szóval vannak fegyverek, amik életerőt adnak találatkor, és van egy ilyenünk, hogy amikor elnyomom az ultimat, akkor töltődik HP. Ez szerintem nagyon kevés a játékban. Legalábbis casual szinten. Melyik izzasztott meg? Hát szerintem az első. Az első izzasztott meg. Nofertiti vagy? Ki is volt az? Nofertiti, igen. De egy Souls boss is van ennyi idő, csak leköt a játék, mert mindig van mit csinálni, hogy ne állj meg. Hát itt is! Dodzsolgatsz! Hagyd el az alvilágot, ez a feladatunk. Itt vagyunk jelenleg egyébként a Duatban, ahogy láttam. Ott van Duat. Az alvilág.
Most egyébként Pilua izét csináltuk. Most a Tutanhamonos fight volt. A Ren majd mutatja az utat. Ja, Kard is van, meg Nanja is van ilyen ütésre híle. Én nem tudtam. Most fedeztem fel. Aztán. Wow. Milyen jól néz ki, basszus. Összecsukottak a virágok. Az a lótusz, nem, srácok? Az a lótusz lehetett, nem? Azt nem tudom, hogy... Aha. Ott jöttünk be. Szerzünk egy gyors utazási pontot. Jesus. Ezután az Odysseyt fogod végig tolni? Akarom majd az Odysseyt is végig játszani, aha. Központi kapu. Valószínűleg gondolom okkal itt az alvilágban ilyen sötét van. A tudás csarnoka. Na jó, szerintem ez lesz a legmenőbb túlvilág. Aki esetleg ért az Origins-hez, meg ez az egyiptomi mitológiához, azok a túlvilágok, amikben voltunk, azok milyen túlvilágok? Több túlvilág is van az egyiptomi mitológiában, vagy ez hogy van? De egyébként McRae jól észlelte, de nekem nem volt olyan izgi. Nem voltak olyan jók ezek a boss fightok itt a DLC-ben. És valószínűleg sejtettem, hogy ilyenek lesznek a boss fightok az alapjáték után. Ja, jól néz ki a játék. Nem tudom, de a búzamezős valami hihetetlen idegesített. Nekem az nagyon tetszett. Búzamezős iszonyatosan látványos. Az iszonyatosan látványos. Köszi szépen, srácok, még egyszer a GG-ket. Egy csodálatos bestia? Jújjúj, enemy. Mindenféleképpen akarnak velünk harcolni. Tutanhamon volt az alvilág őrzője? Vagy majd mindenki fog derülni, mi? Egyelőre nagyon-nagyon-nagyon sok a kérdőjel most a játékban számomra. A baj, hogy a rengeteg óriás skorpió engem folyamatosan támadtak, aztán erősek is, főleg ha már a 20. támad egy húzamba. Jó kis skorpiók, hát igen. Jogára nekem adta egyébként a skorpió gyilkolászás. Apophis Cut. Ez olyan, mint a Director's Cut, csak Apophis-é. Le kell cserélni a könnyű íjat a ragadozóra.
erre. Az helyzet az 53-as enemit már nem one-shotoljuk. Nem Anubis az albiágőrzője? Nem tudom, mert ez most nagyon sok kérdés. Tehát, hogy amúgy igen. De hogy itt Tutanhamon volt az, aki a beutat, az alvilágba való beutat védte. És most meg ki kell mennünk. Ez most nekem olyan érthetetlen. Valószínűleg most egyébként egy szép tájon kalauzol minket át a játék. Meg valószínűleg jobban kéne vágni az egyiptomi mitológiát. De most már biztos vagyok, srácok, hogy ez ilyen lótusz virág. És... De hát... Na várjunk. Hát akkor mi itt voltunk, Tutanhamon templomába, ott küzdöttünk bent, srácok, és a kiutat kellett megtalálnunk. Édes Istenem. És itt vannak az őrök. Jó. Ők. Velük harcoltam, srácok. És nagyon csúnyán inasba raktak. Ezek az őrzők. Nagyon kemények voltak. Úgy érzem, Vexor, hogy te ilyen Foreigner God leszel. Na, és Easy Dora. Ámon téged választott. Nem értem. Ez a születési jogom volt, a bosszú. Miért hallgatta meg siránkozásomat? A nem értem helyett nem értheted meg lehetett volna, nem? Ha jól értettem. Miért adott nekem olyan erőt, amivel befejezhetem, amit elkezdett, csak azért, hogy belebukjak? Ámon soha nem erőt adott neked, hanem választást. Mátola, ne! A szívem túl nehéz. Gondolod, Ámon meg fog védeni engem? Amilyen könnyű rosszat tenni, olyan könnyű Ámonnak irgalmas lenni. Düh egy pillanat alatt elillan, és a lélegzete irgalommal együtt ér vissza. A rejtett kísérjen téged. Az alvilág ura már vár. És ott az Éden almája. A második. Put me down. Sutek. Put me down. I think I could manage on my own. Can you? Igen, ő Ramszesz leszármazottja. A vörös hajó egyiptomiak Ramszesz leszármazottai.
Small price to pay. Mindjárt olvasom, srácok, a csatat. What will you do now with that horror? By Ra's light, I neki do nem not kell want az. All the more reason is egyel több ok, hogy a tiéd legyen. Te mindenkinek jobban tudod, hogy mire képes. Nem esd el minden emlékével együtt. Szerintetek, akár a válaszotok spoileres is lehet, hány ilyen éden almája van? Hányat csináltak? There are no secrets left in this valley. Ah, there must be one more, Sen. You restore Maat, then leave? If that is what you want, then no one will hear of you from me. Hey, Bayek. We will meet again in the field of reeds. I will see to it. Hány ilyen almát csináltak az isok? That is all right. We do not need any help. We will close all of this up in a moment. Gondolom. Bam! Bam, bam. 54-es szint. Nem csak almát csináltak? Wow. Tutanhamon csak egy fáró volt. Ja. Anubis bírálta el a holtak lelkét, Maattól el kellett egyensúlyba lenni a mérlegen, az elhunyt lelkével a másik tányéron. Tot jegyezte fel az eredményt, majd mutatta meg Osirisnek, aki átengedte a lelkeket a Sekhmet Aruba, a nádak mezejére, ami az egyiptomi túlvilág. Na várjunk. És a Duat az micsoda? A Duatban Osiris uralkodott, az a holtak földje, de nem a végső cél, nem a mennyország, az a nádak mezeje. A Sekhmet Aru a nádak mezeje. Na itt van egy Sekhmet Aru amúgy. Melyik a Sekhmet Aru? Aten. Az volt Ramszeszé. Ugye? Nem, ez a Hebsed. Akkor nem tudom. Több édenerekje van mindegyik játékban, másik van például a szindikétben egy sál. Egy sál. Annak ellenére, hogy fiatal korában halt meg, Tutanhamon helyreállította a régi istenek vallását Egyiptomba, a gyermek király túlvilága honorálja a fekete föld temetési rítusait. Ezt a Duatot még jobban át kell nézni, mert itt is rengeteg kérdőjel van. Főleg így, hogy Tutanhamont már legyőztük. És ezzel egyébként végeztünk is a játékkal teljesen, tehát most már hivatalosan is befejeztük az AC Origins összes főszálát, az alapjátékot, az első kieget és a második kieget is. A bírálaton elbukott lelkeket, amit a lélekevő pusztított el végleg. Ez az egyiptomi mitológia és amúgy tök király. Tök király. Köszi szépen, srácok. Szóval, ja, végeztünk a játékkal, legalábbis az alap, tehát így a főszálakkal, de látjátok, hogy kérdőjelek itt is, ahogy a Witcherben is, még maradtak bőven. Vased Desert. Úgyhogy, hát még van mit csinálni. Én azt mondom, hogy Csináljuk azt, hogy Tutanhamon sírját felfedezzük, mert igazán hangulatosnak tűnt. Ez igazán izgalmasnak tűnik.
Azt kéne megnéznünk, hogy tudunk-e olyat csinálni, hogy ez az örökké valóság, az idő nem létezik. Na tessék, itt nem lehet mulattatni az időt, hogy világosabb legyen. Nem is tudom, mit gondoltam. Pajzs vagy penge? Van itt egy ilyen küldetés. Megcsináljuk az összes mellékküldetést. Van egy tökéletes Marvel sorozat, amiben az egyiptomi mitológiát jobban bemutatják, a címe Moon Knight. Az jó cucc. Az jó cucc. Azt tetszett amúgy az orr nekem. Eljöttél, Tot bajnoka. Tehát Tot jegyezte fel az eredményt. Én ma néztem a Sandsman-t végig egynek, az se rossz. Arról nem vá- azt nem vágom. Azt nem vágom, Gerépa, de hallottam, hogy az most valami új menő sorozat. Érzed? De egy szörnyű árnyék van a kapunál. Azzal fenyeget, hogy felfal minket. Ő Nena egyébként, aki most beszél hozzánk. Én nem érzek semmit. Egy szív. Elfekedett, bűzös, undorító és nehéz. Biztosan megtévesztette a mérleget. Nem, a mérlegelés nem lehet becsapni. Mindenkinek Osiris elé kell állnia, ő ítélkezik felettünk. A korrupció idejön, bemocskolja a világot, kiszárítja a búzát, amiből a kenyerünk készül. Megmérgezi a bort, amit iszunk. Meg kell állítanod, Szívai Bajek. Honnan tudod a nevemet? A Rened, amit Tot, a mindentudó suttogott. A fülembe lélegeztem. Mi az Isten akarata? Van egy rituálé, sötét és eretnek. Az Aton fiának idejében ásták ki, és a tudás csarnokába zárták el. El kell hoznod nekem. Hát a világ egyik, ha nem a leghíresebb képregényének az adaptációja. Ó, ez jól hangzik. Ez jól hangzik. A tudás csarnoka, most oda fogunk bemenni, srácok. Ő Nena az univerzum egyik jósnője. Azért volt csupa a szeme. Na hát, itt sok olvasnivaló van, srácok. Egy nő imája Iszethez, hogy a hűtlen férje visszatérjen hozzá. Esrmpe panaszkodik. Plaujú fia megsértett. Uram, Osiris, kérlek, szolgáltass igazságot azért, amit velem tett. Nem tekint rám, elhagyta az ágyamat, és most nem a Nubnál fekszik. Ó, csodálatos, a szellemek között azt kívánom, hogy 40 napot és 40 éjszakát töltsön rajtam. Úgy, mint kutya a szukán, mint vaddisznó a kocán. Mert én vagyok az, aki hív, és ő az, akire vágyom. Oké. Okay. Halottak könyve ima. Én vagyok a tegnap, a hajnal és a holnap. Én parancsolok a lelkek újjászületésének, minden természetnek és minden természet rejtélyének. A tiltott írásoknak a fal mögött kell lenniük, biztos van másik bejárat. A tiltott írások. Új csajozós duma, hadd legyek, mint Dino a kocsán. Jaj. Halottak könyve, rituálé, mely erőt ad a halottaknak. A Szent Bárkában van egy tál festett okker képekkel, Atumról, Surról és Tefutról, Gebről és Nutról, Osirisről és Isetről, Szétről és Nebethetről, és a halott Báról, aki méltó szeretne lenni.
Kent be olajjal a tálat, tegyél töményt a tűzre, sült kacsákkal együtt, és imádkozz Réhez. Aki ezt megteszi, minden nap odautazik Rével, ahová csak akar. Ré ellenségei el lesznek űzve. Ez olyan igaz, mint a csillagok száma az égen. Aratás imák, egy farmer bőséges termést kér a fáraótól. Renenet, összetekeredett kígyó, te, kinek tekintete elpusztítja ellenségeidet, Eno arra kért, hogy átkozz meg, és megtetted. A növényeim elszáradnak a szárukon, elfonnyadnak a bogaraktól. Nagy Totmesz, a lábaid elé borulok, az áldásod nélkül a családom éhezni fog. Vess véget ennek a pestisnek, ami lesújtott rem, és küld el nekem a természet adományát. Gyógyító rituálék és varázslatok. Tisztelt Szelket! Üdvözlő, srácok! Könyörgöm, megivézlek téged, Szelket, Apophis legyőzője. Vidd el a hideget, a lehűlést, a gonosz szemeket, az őrületet és a szenvedést a fiamból. Olsd el a homlokának tüzét, neveitek és erőtök alapján hívlak titeket. Az Origins a legjobb? Sokan írjátok ezt, srácok. Hallottak könyve a védelem imája. A hajam Nué, az arcom Réé. Hator szemeivel látok, és Ukuaut füleivel hallok. A lótuszlevél orrával szagolok. Ajkaim Anubisé, fogaim Szelketé és Iszeté. A karjaim a Kosé, a mellem Néité, Szájsz istennőjé. Hátam Szétháta, falloszom Oziriszé, az életadójáé. A hasam és a gerincem Szahmeté, a fenekem Horus személyé. Combjaim és lábaim Nuté, talpaim Tájé. A lábujjaim élő solymok. Nincs testrészem Isten nélkül, és tot megvédi testem. Mert. Tehát, srácok, Osirisnek hatalmas volt a fallosza. Ja, a lótuszvirágok elég jól néznek ki. Henne Harriet. Az Aton himnusza, a fáró apjának eretnegsége. Milyen sokfélék a te műveid, az ember szem előtt rejtve maradnak. Te vagy az egyetlen Isten, kihez senki sem hasonló. Te teremtetted a világot, olyannak, amilyennek akartad. Amikor lenyugszol a nyugati látatáron, a földre a halál sötétsége borul. A régi istenek te kezeid által halnak meg. Eretnek! Jó sok minden fall, néha guys, néha osz. Nofertiti levelei Ehnatonnak, a városunk alapításáról. A királynak uram. Napom, istenem, életem lehelete. Királyom jobb kezére ültem, és a városunkat bámultam. Az Aton horizontja, a napkorong nagy testamentuma. Milyen munkát végeztünk, hogy elszakítsuk népünket az ismeretlenségtől. A nevünket a történelembe vésik, mint az igaz hit hírnökei, a fény hírnökei. Nofer Nofer Uaton Nofertiti. Micsoda név. Mondjuk ez elég korrekt magyarítás, hogy az ilyen apróságok is le vannak fordítva, tutira nem kis munka van benne. Hát az biztos. Az biztos. Nem véletlenül 100%-os. Ezek a szövegek bűzlenek a tiltott szentírásoktól. Átkozd meg. Én, a nyomorult, a szerencsétlen arra kérlek, hagyd, hogy a faló Ammut elvigye a nővéremet. Hozd rá a 12 átkot. Egy féreg és vér áramlik ki belőle. Élete minden napján. Csapd le méhére, tedd meddővé, zsibbazd le a szívét. Tedd reménytelenné, mert hozzáment a férfihoz, akit szeretek. Hm.
Na szép. A fiú király. Etnaton a napkorong megtestesítője, az örök teremben fekszik. Noferuaton áll, de a horizont elesik. Az Aton körüli 9. útja során Tutanhamon felveszi a Hekát és a Nekhakhát. Amon olyan, mint a lótusz hújján születve. Szép kis átok volt. Ez az, egy rituáli, ami megzavarja a mérlegelési szertartást. Istenekre, ne! Mi volt odaírva? Hadd olvassam el! Ez egy tényleg egy sötét heka. Remélem az orákulum megérti az általa kötött egyezményt. Hadd olvassam el! Szóval az van odaírva, hogy egy rituálé, hogy elpusztítsák a kát, sötét és tiltott az alvilág istenei által. Azt nézem, hogy itt másik irányba el lehet menni, de ahogy látom, nem. Tedd meddővé, zsibazd le a szívét. Ez a lélegzés könyvének elferdítése, amelynek célja, hogy megsemmisítse egy ember káját. Ez nem lehet ott kívánsága, szembeszállni Anubisszal, a szív ellensúlyával. A rituálé tiltott szentségtörés, de nem hagyhatjuk, hogy a méreg átfoljon a fájtlon. Mit akarsz, mit tegyek? Láss a szemeimmel! Egy szükséges rossz. Happy amulettje. Na, tehát ugye az a feladatunk, hogy... Így van. A pajzs vagy penge. Egy sötét árny áll Tutanhamon túlvilágának kapujában. Na, úgy néz ki, hogy a Duat az Tutanhamon túlvilága. A holtak földjén, ugye? Ahol Osiris uralkodott. Tehát Tutanhamon a túlvilágon volt. Ami mérgező korrupciót hoz magával, és mindent beszennyez, ami hozzáér. A vakorákulum Nena könyörög Bájáknak, hogy segítsen megállítani. Bájek beleegyezik, még ha ez azt is jelenti, hogy szentségtörő rituálét kell végrehajtaniuk, hogy örökre elpusztíthassák egy ember lelkét. Szia, Mekré, köszi, hogy itt voltál. Köszi, köszi. Egy szükséges rossz, csináljuk ezt. Miután álmaiban szembenézett a nagy kígyóval, Bájeknek most újra a halálba is meg kell keresnie a világok bekerítőjét. Csak Apophis pikkelyei, a sötétség igazi eszenciája állíthatja meg a korrupt lelket, hogy belépjen a túlvilágra. Jaj, de jó! Kegyó ellen harcolunk, jaj, de jó! A szörnyű volt a kígyós harc. Oda kell eljutni. Azt a 55-ös enemy. Tudunk amúgy valamit fejleszteni? Azt jó lenne, de nem tudjuk. The vestiges of darkness. They are here in the grave of. Nem tudom, hogy ezek a keselyük rám támadnak-e. Lehet igen, lehet nem. Már ha keselyük egyáltalán.
Gyűjts elég sötétség eszenciát. A sötétség Apophis temetőjének maradványaiból szivárog. Nem mindennapi dolog, hogy a holtak földjén valaki mászkál. Harcsi. Lehet, hogy ez lejjebb van. Sőt. Ez több mint valószínű, hogy lejjebb van. Így van. Oda át tudunk ugrani? Hát. Az igazi sötétség Apophis maradványaiból szivárog. Jaj, jaj, és itt vannak a kiégyók. Nem szeretjük a kiégyókat. Ott van még egy. Úgy néz ki, hogy a fele már megvan. Ah, itt a következő. Jó, jó. Kell fejleszteni, srácok, az íjunkon. Nem kell ide bejönni. Ez nagy mázli. Mondjuk, hogy hova kell menni, nem tudom, valószínűleg a másik irányba. Ó, csillagszilánk. Csak sikerült megégetni maga. Nagy és félelmetes Apophis, hálával hajolunk meg. Odaadtad a csontjaidat, hogy kielégítsd a holtak szükségleteit. A lelked velünk sétál az alvilágban. De jók ezek a kutyák. Na, hát akkor ugye a három küldetésből egyet megcsináltunk. Van itt egy olyan, hogy az Isten szikrája. Anubis isteni szikrát leel a bajnokaiban, erőt adva nekik, hogy megvédjék az örök földeket. Az orákulum sötét rituáléjának befejezéséhez Vajeknek el kell venni az Isten eszenciáját a legerősebb harcosaitól, még akkor is, ha ezáltal szembeszáll a sakállal. Sir sakál? Mehet. Hát ők meg akartak minket támadni. Ez hard nehézségi fok. A játék megjelenésekor elérhető legmagasabb nehézségen játszunk. Szeppe
Anubis harcosai beléjük lélegezte az istenségét, az egyensúly őrzőjévé tette őket. Na, ott valami főnök is van. Az Anubis papokat megáldotta a sakál isten. Jó! Észrevett minket? Anubis szokták sakálnak ábrázolni? Aha. Isten eszenciája. Level up! Ah, hát ez a túloldalon lesz akkor valószínűleg. Igen. Te megcsináltad a Todd titka mellékvédetést? Nem tudom. Nem tudom az helyzet. Ez milyen, melyik DLC-be volt küldi? Vagy az alapjátékba volt küldi? Úristen, úristen, mi történt? Halálos duett. Na. Amúgy nekem rémlik. Rémlik ez a Todd titka. De nem látom itt. A másik DLC-ben mindent megcsináltunk. Az helyzet, a másik DLC-ben mindent megcsináltunk, de itt nem látom. Mondjuk lehet azért, mert nem sorrendben vannak a küldik. Ja, akkor megcsináltuk egyébként. De mondjuk nem jelzi itt. De megcsináltuk. Másik DLC-ben mindent megcsináltunk. Ja, de nem mutatja. Nem jelz itt. Hepri amulettje. Bajeknek fel kell mászni az alvilág legmagasabb csúcsára, hogy megvédhesse magát a sötét rituálétól, amit ő és az orákulum akarnak végezni. A Scarabeus isteni áldását adja a szentségtörő rituáléra. My member may be made young again. Ó, és a legmagasabb az az lenne.
Na bakker, én meg azt hittem, hogy ott már jártam. De ezek szerint nem jártunk még ott. I am one who served on earth. Let me enter the eternal land. Neked szerinted bebeg volt? Nem tudom. Nem tudom, hogy bebegolhatottam. Hát, hát miattam záródik be a kék lótusz. Nem is lehet ezeket megütni. Mit jelképez a kék lótusz, srácok, az egyiptomi mitológiában? Megérintetem magát az Istent. Szia ki, Yoshisama. Ha már képességek, akkor kirakjuk ezt a nyílesőt. Egymás követő találatokat mérsz az ellenségre, mikor könnyű íjjal lősz és több sebzést is okozol. Ez kell. Ez kell. Jó segít, végigjátszottuk az AC Origins alapjátékot és a DLC-t is. Pár perce végeztünk, most már csak a mellékküldiket, illetve a felfedezésre váró dolgokat csináljuk. Ami így maradt. Megyünk a hagyományos úton. Egyiptomban a kék lótusz ünnepén tisztelik Nofertumot, aki a világ teremtésekor az ősvízből megszülető lótuszvirág istene volt. Aki a világ teremtésekor az ősvízből megszülető lótuszvirág istene volt. Mik vannak? Lótusz istenség. Köszi, Toco. These scarabs were weighed against the feather of Ma'at during the final judgment. It will protect us from the profane rite we must perform. Megvéd minket majd a szentségtelen rítóstól. Scarabeus. Hűséges az ő órája, mert az éj és sötétség otthonába él Hepri, az univerzum nagy lelke. Akinek jelképe a bogár, az a feltámadás istene. Scarabeus formájába figyeli Ré eljövetelét. Felszáll a hajóra és ott várja az időt, amikor visszahozza az életet az Istenhez. Ne tanúskodj ellenem, Hepri. Gyere vissza hozzám, oda, ahol az alvilág kezdődik. Megyünk, srácok. Mondjuk most pont kimegyek valószínűleg a királyok völgyébe. Nem, jók vagyunk. Megvannak a dolgok a rituálihoz, de nincs más mód. Elpusztítani egy ember káját. Tudod, hogy hogyan csapta be Osiriszt? Hogyan került el a falu a mutat? Amitot. Egy ártatlan gyermek szívét használva. Nem kell mondanom, hogy ez mit jelent, Bayek. Akkor kezdjük. Kezd el a rituálét! Győzd le a sakál harcosait! Megidézlek, Csendura, add nekünk Hekád pásztorbotod és Nekád csíphadaród!
Punisher. For we seek to banish an unseen soul Saka. May your name die. May your body decay. You shall be turned back from heaven and earth. Your soul will never stand before Osiris. Thy soul destroyed. Thy body destroyed. Thy car destroyed. Amek Ari Her Emret Hesek. Yamot. Amek Ari Her Emret Hesek. What's going on? Amagari Herem Red Hesek. Nagyon mondja, srácok. Anubis is angry. Still they come. The jackal understands. His guardians will not oppose us much longer. Not now. Fool! Na hát akkor elnyomom, srácok, az ulti. És ulti alatt megcsapkodnak. Lépj be a túlvilágra az ellenségeddel. Septimius. Nem fogod megrontani az örök nádmezőket. Úgy, ahogy engem. Apophis, felfaló, jöjj! Ezek a démonok, a lelkek, akiket te vettél el, nem fogják megtagadni az átkerésed. Nyugodj békében. A szíved már nem nehéz. Hajs vagy penge? Ez tök menő volt ez a küldi. Ámon szolgálja kinézett srácok, mi a fene? Azt nézzétek. Hát mennyire badass kinézetet nyitottunk ki. Egy olyan ruha, ami méltó a papokhoz, akik Théba urának szentelik életüket. Hát ez a sapi nélkül így néz ki. Elég menő. És ilyen rohadós lett a kezünk. Meg arany. És a lábunk is olyan fura lett. De iszonyatosan jól néz ki ez az aranyszet. Hát valószínűleg, hogyha nem az alvilágban leszünk, akkor még menőbb lesz a dolog. Felrakom a csukját. Jesus! Rohadt menő, srácok. Rohadt menő. Na jó, levesszük a csukját. Na, hát akkor vannak kérdőjelek. Vannak kérdőjelek. Mint egy csúnya fáraó. Ez tök király volt. Jaj, ne, skorpiódú. 55-ös. 55-ös skorpió. Noobs. Ez a fegyver... Hogy tudott ilyen sokat damolni a skorpiókra? Azt a...
Na, megyünk tovább. The cheater ball. Nem olyan cheater, ez bosszok ellen nem segít semmi. Hogy áll a fejlesztés, felszerelésed upgrade-jei? Hát matyis-matyis szarul. Nagyon szarul. Ezek nagyon rosszul állnak. Lehetne ilyet nyomni egyébként. De hát mondjuk bosszok ellen most már valószínűleg nem harcolunk. Tehát nyomatom a távolság és sebzés növelést. Mondjuk ezen a szeten pont nem látszódik a kesztyű kinézete. Nem baj. Na és akkor most kimaxoltuk. Hát most már bosszok ellen nem harcolunk, tehát lehet nyomni a sima sebzést. Egyébként elvileg azért csukódik be a kék lótusz, mert eleven lény nem láthatja a közepét, csak a megvilágosoltak, azaz a halottak. Ó. Hopp, 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 hello! Itt se vagyok. Látjuk a közepét. Ezért? Na, na mi van? Na mi van? Ott van. Na, hova megyünk amúgy? Hol a feladat? Tehát akkor mögöttem van? És itt mi van szerintetek? Mi a feladat? Elvileg itt sok a loot. Értem, jó. Na tehát itt például nem lehet bemenni. Hanem helyette hátul kell. Ha jól értem. Bejelöljük azt. Tényleg valaki még figyelemmel követi tőletek a Walking Dead-et, hogy így mikor jönnek a befejező részek? El kell tolni, ami előtted volt. De azt nem lehet szerintem. Hát, hogy azt kintről nem lehet eltolni, vagy igen? Az eltolható a bejáratnál? Hát jó, nézzük meg. Október 2-a befejező? Érte, hogy melyik tárgy elmozdítatok? Ja, jól van, akkor... Akkor jó, köszi. Tényleg. Ezt nem lehet sem se tolni. Ezt nem lehet tolni. Nézzétek meg, átvertek itt. Fake info. Se tolni nem lehet, se jobbra, se balra, se hátrafele. Nekem túl egyértelmű lett volna, hogy itt a bejárat, el van tollaszolva, és akkor csak el kell húzni. Szóval október 2-a, köszi szépen. Hát akkor idén végre befejeződik a Walking Dead. Végre vagy nem végre, de értitek. A védelmezők oltára. Keresnünk kell egy beutat. Nézzük meg, hogy mit csinál az.
az gond. Amikor ilyen sárga folt van rajtam, az az, hogy időben sikerült dodzsolnom. Basszus, hát a Westworld 4. évadot még el se kezdtük. Mondjuk, azért nem kezdtük el, mert hát, hogy így nem jött hozzá a szinkron. És ha már szinkronosan néztük, akkor így szinkronosan is akartuk folytatni. Meg Adri nagyon szereti a Ed Harrisnek a szinkron hangját. Téged nem zavart? És téged? Hoppácska! Jó. Szia, Gargoyle! Jobb lett, mint a harmadik évad? Na, ezt örömmel hallom egyébként. Ezt örömmel hallom. Na, kiderült, hogy oda be se kell mennünk, srácok. VTF. Az lehetség? Ja, de. A kanyon kincstár, oda be kell menni. De vajon mi lesz a bejárat? A 21-én megjön a Trónok harca előzmény sorozat. Ja, város. Szerintem ott lehet becsusszanni. Nem. És nem. Akkor lehet, hogy még feljebb kell másznunk. Ezt nagyon feleslegesen másszuk már így tovább. Bár még mindig lehet, hogy ott kell bemenni. Vagy ott balra. Hú, nem tudom, hogy most már merre néz a karakter. Aha, de így se lehet bemenni. Viszont ez szerintem lehet a bejárat. Shit. Aha. Sikerült. Tehát fönt volt a bejárat. Na és ezért nem lehetett arrébb tolni, mert ugye ezt... Mert itt voltak a köcsögök. De most már jó. Na. Hát kanyonkincstár, védelmezők volt erre, és akkor ott van még valami kérdőjel.
De mint valószínű, srácok, hogy ebben a streamben most nem fogjuk tudni befejezni a duátot, a duátnak a kimaxolását. Tök király egyébként, hogy itt lehet a lovon fákjával rohanni. A Witcherben nem lehet sajnos. Azokat enemik előttünk. Kettő kincs. És sok enemi. Az enemikkel most nem akarunk foglalkozni. Lotus barlang. Nem mentünk el a kincs mellett? Nem. Hát egy 55-ös szintű pajzs. Hallom valami olvasmány. A lótuszvirág, mielőtt az emberek és a vadállatok léteztek volna, a folyók, dombok és sivatagok előtt, az évszakok és éjjel-nappal, a nap és a nap, a hold és a csillagok előtt, minden előtt csak sáros iszap volt. Ebből egy apró lótuszvirág virágzott, és a virág finom csésze alakú kehelyében megszületett a teremtő. Minden utána jött, ezért tiszteljük a lótuszt. Ez a nap a teremtés, az újjászületés, a Nílus forrásának virága. És hol van a másik kincs? Ott van fent. Meg kell mászni. Már ha meg lehet. Dupla kard és vas. És még van. Csak az a gond, hogy a többit azt nem fedeztük fel. És nem is látok többet most így hirtelen, úgyhogy ki kell mennünk. Na hát ez meg pláne outplayed. Tehát, hogy látjuk a közepét. Ki kell mennünk és meg kell keresnünk az utolsó kincset. De benn nem működik. Ezt nem tudom miért így csinálták meg. Na, elvileg nincs is messze. Remélem, itt van valami titkos bejárat. Nincs. Na hát, most mondjátok meg. Megy itt a szivatás, mi? Ah, ott egy rés. Csak tovább kellett volna jönni. Itt van még egy rés.
Haló? Lemerült a kontrollerem? Ja, kikapcsolt a kontroller. És a Lotus barlang is kimaxolva. Ezen a területen én úgy érzem, hogy nagyon droppol az FPS, ja. A Lotus virágok zabálják az FPS-t dögivel. Most jobb a helyzet, de... Ja, hát igen. Jó. Térkép kell nekünk, és akkor a térkép alapján még tovább kell mennünk számtalan helyre, mert számtalan kincs még itt hátra van. De menjünk tovább. Haladjunk tovább az úton. Anubis próbálja küldetés. Szehmet próbálja. Jaj, hát ezek a srácok. Ezek a heti küldetések. Ezeket ott hagyjuk. Ezeket ki is kapcsoljuk, hogy mármint, hogy most így nem mutassa nekünk. Ez jelenti azt, hogy kedd 5 óra van, megjelentek a próba küldetések. De most ahhoz nincs kedvem. De kéne azt is csinálni, persze. Ahogy egyébként a papíruszos kincseket is. Ez mi lehet? Azt mondja, hogy szelket csarnokba, tehát még egy ilyen skorpiós küldi. Nem, ez csak szelket. Mit lehet tudni szelketről, srácok? Mert volt egy szelket, de itt is egy ilyen skorpiós küldi van. Szóval volt egy szelket, Ramszesznél is, mármint hogy valami szelketes cucc. Mindjárt nézzük, hogy pontosan mi a neve. Szelket kamrája, ez pedig szelket csarnoka. Istennő skorpióval a fején. Ó, és ő mit csinált? Ott van bent 58-as. Hát, srácok, akkor az ott is marad. Szelket. Tehát a macskát kell leadni. Köszönöm. Jó, hát ő ott marad. Tehát a skorpiók ennek a világnak mi az? Elefántjai. Kincs. Gyógyító védelmezés, varázserővel rendelkező istennőm, akinek e világon és a túlvilágon egyaránt jelentős szerepe volt. Ó, oh, skorpió, tehát ez ilyen gyógyító skorpió. Ez a társak NASA felett őrködik. Wow. Menő, mit gondoltam? Magyarózó. Szelket nyújt védelmet mérgező marásokkal, csípésekkel szemben.
gondolom arra szükség is van. Ott van valami bejárat. És van ott valami tábla is. Köszi szépen az infót, Tocoy és Bazsi. Meg persze Scott. Anubis szentély. Ó, és most már megváltozott a csík. Ez a csík ilyen sötét. Folytatod a játékot és szerez TP pontokat, hogy extra képességpontokra tegyél szert. Akkor ezek szerint nem az 55-ös szint a max. Szia, mi ez a ruci rajtad? Menő, mi Marcel? Most szereztem itt a második DLC-be. Így néz ki. És van sapja is. Ilyen. Elég epikus set, és ez az Ámon szolgája nevet viseli. Itt kell megcsinálnod az egyetlen mellékküldetést a duádban a második DLC utolsó a Mar világában, a Holtak földjén, ugye? Egy halott fáraóról szentelem. Egy isten halála. Titkon szeretett Tutanhamon. Meg kell kezdened az utazást az alvilágba. A tekád a törött héjában lebeg. Egy structól legyezőt helyezek el melletted. Az utolsó nagy vadászatot szimbólumaként. Ó, és még van egy csomó set, ami a... Hát csomó, biztos nem, de van még egy pár set, amit így a játékba meg lehet szerezni, úgyhogy ilyen mellékküldiket csinálunk. Na, ott van még egy kérdőjel, látjátok? 1, 2, 3, 4, 5, micsoda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dolgot lehet még csinálni a Skorpióval együtt. Úgyhogy, hát van még teendő. Én elmegyek ide, és ez az utolsó dolog, amit így még megcsinálunk. Bár valószínűleg a napi küldit azt még mindig meg kéne próbálni. Úgyhogy ez meg még egy mellékküldetés. Anubis barlangja. Jó. Hát kit érdekel, észreveszel? Épp kivégzés alatt voltam. Nem szép. Amint, hogy éppen kivégeztem. Animáció alatt voltunk. Azt hiszem, föntről észrevettek. Azok mond, itt megint egy ládát vettem csak észre. De bízom benne, hogy itt lesz a harmadik. Aha, ott van. Szörmét is. Jó.
Atlaszt, megnyitjuk az Atlaszt, és akkor eljövünk ide. Szíva. Jaj. Tehát napi küldit szeretnénk csinálni. Nem tudom, hogy engedi-e a játék. Nem tudom, hogy mi alapján lehet napi küldit csinálni nála. Na most például nincs itt, tehát akkor ezek szerint ma nincsen napi küldi? Vagy máshol van? A helyzet nem mutatja sehol. Ja. Sehol nem mutatja Redának a napi küldiét. Hát ez szomi. Szomorú. Fények a dűnék között. Ja, még ilyen küldetéseink is vannak, ezek a narancssárgák. Fények a dűnék között. Ezt majd megcsináljuk, srácok. Szehmet próbálja. Az anyasz 58-as. Anubis felszerelést lehet gyűjteni. Anubis próbálja. Ja, majd ezekre a heti küldikre is ránézünk. Filekeket is kell ölni. 141 küldetést teljesítettünk a játék szerint, de onnan hiányoznak dolgok. Szerintem. Hát egy harcos ilyet meghagyunk. Hoppá, azt a némaiat is lehet meg kéne hagyni. Jó, szétszedünk pár fegyvert is. Sarlókard. Életelő üléskor. Jól van az úr, köszi, hogy itt voltál. Szia, szia. Szép napot és jó edzésit. Életerő hárításkor. Mérgezés blokkoláskor. Az igen. Vezettél egy jót, hoppácska istong. És mit akarsz vezetni, hogyha nagy leszel? Két képességpontot kaptunk. Ezt nem is figyeltem, srácok, hogy mikor kaptunk két képességpontot. Erősség növelése. Átütő nyilak. Biciklit akarsz? Nyilak, eszközök. Tehát miközben a túlvilágon vagy, nyilaid és eszközeid idővel feltöltődnek. Oké. Tovább tudunk a víz alatt úszni. Mérgezett nyil. Dobd el a nyilat, hogy megmérgezz és megfertőzz a közeledbe levő ellenségeket. És jól hangzik. Tűzbomba. Lehet inkább ki kéne maxolni ezt a légitámadást, meg eltérítést? Lehet. Ja, nyomjuk ezt. Én múltkor a próbákat csináltam, hát ha megkapom az Anubisos rucit, de csak a fegyvereket kaptam meg. Ú, de jól néz ki, srácok, ez a set. Mondtam, hogyha nem az alvilágban leszünk, akkor
Meg tudom mutatni, milyen menő. Mondjuk, ez a múmia még mindig adja. A piros szemű. Nagyon menő, ugye? Mondjuk az a pal sem szar. Jó, nem. Ó, megjött a napi küldi, srácok. Addig bénáztunk itt, hogy megjött a napi küldi. Na, szerintetek Réda elküld megint, Reda elküld minket megint valami iszonyatosan távoli helyre? Na, mi a helyzet, Reda? Megvan a tökéletes dolog számodra, csak szükség van pár dologra, hogy megjavítsa. Gather materials. 20 vas kell neki? Az igen, Reda. Az igen. Tehát, hogy ez amúgy elég drága dolog. Na, mit ad nekünk 20 vasért? A Phoenix legendás láncsa. Életerő öléskor, mint a névrokona, ez a Sarissa, makedon hosszú láncsa, is hamuból született a legvalószínűtlenebb körülmények között. Ez most egy nagyon drága dolog volt, hogy így ebbe belementünk. A Phoenix 55-ös szintű. Legalább rövid volt a napi küldi. Portiba úttal érsz? Nagyon nyomod, istag. Nyomod! Nyomod, istag, nyomod. Na jól van. Srácok. Ennyit a mai napra az AC-ból. Innen folytatjuk majd holnap. Nagyon örülök neki, hogy... nulla darab főküldetésünk maradt. Azaz, végigjátszottuk az alapjátékot az összes DLC-vel, és belekezdtünk a területek 100%-olásába. Hát ez sunya, mert amúgy nem a 100%-olásba kezdtünk bele. Tehát, hogy itt még vannak nekünk ilyen mítoszok, rejtett kincsek, és papírusz bújások is vannak, amiket még így kell csinálnunk. Szóval a 100%-olást azt így nem, viszont a lehető legtöbb mellékküldetést azt úgy szívesen megcsinálom, és hát úgy nyomjuk, hogy így a DLC-t csináljuk, aztán pedig majd az alapjátékon haladunk végig a mellékküldetésekkel. Területeket így a kérdőjelek kimaxolásával, szerintem a kérdőjelek felfedezése és azoknak a megcsinálása, az szerintem így nem lesz a maradék két napban, ami így a héten, tehát a két streamben, ami így a pókember megjelenéséig van. Ez már csak ilyen ráadás, tehát a következő, a holnap és a holnap utáni AC stream, ez már csak ilyen kis bónusz, melléküldizünk, és a lehető legtöbb mellékküldetést meg akarjuk csinálni. Hogyha még marad idő, akkor még a kérdőjeleket is felfedezzük. Aztán ki tudja, mikor térünk vissza még az Origins-hez, ki tudja, mikor fedezzük fel a kérdőjeleket. Ezeket szeretném megcsinálni idővel, de hát vár minket a pókember.
Vár minket a pókember, srácok. Ja, és azt mondtátok, hogy ha végigjátszottuk a DLC-ket is, akkor talán most már végre 100% lesz a game progression? Vagy a DLC-k nincsenek hatással erre? Fene se tudja mi. 86% továbbra is. 86%. Ez nem változott, srácok. Egyáltalán nem változott a game progression, úgyhogy lehet, hogy az alapjátékba kell mellékküldiket csinálni. Nem tudom. Na, hát a lényeg, alapjáték DLC-stől végigjátszva, legalábbis a főszál, illetve még kettő ráadás AC stream lesz a héten. Remélem, hogy tetszett nektek, srácok!